egészen értem, hogy valaki eredeti szakmáját tekintve villanyszerelő, és egyszer csak belevág a sörfőzésbe. Hát ez honnan? Egy évszázzal kezdődött, mert a villanyszerelés után jött egy másik szakma, mert egy szeszfőzdét üzemeltettem évekig, utána építettem egyet saját magamnak, és hát ezután jött a sör, illetve közben már volt a sör, csak még bátorság, még a hülyeség nem volt elég, és így ez kellett 3 év, hogy végre is belemerjek vágni ebbe. Milyen embernek tartja magát? Őrültnek. Hát ezt józan ésszel, ennyi munkával másokkal több pénzt tud csinálni. Szóval ez iszonyú energia. Nem tudom, hogy más ugyan ilyen feltételekkel belemert volna válni, tehát azért mondom, hogy mégis egy őrület, mert ha jól sikerül, akkor mindenki irigyelni fog, hogyha nem sikerül, akkor sajnálni fognak. Hát akkor inkább irigyeljenek. Ez kiderült, hogy nem a pénz hagyja. Akkor mi? Hát mégis annyira hajt a pénz, hogy meg kell élni, és szeretek jól élni. De nem csak a pénz. Nem? Feladat. Érdekesség, munka, szóval nem tudom megmagyarázni. Ez ugye egybe van az egész, és ez ilyen. Mikor kezdődtek a munkák itt? Szeptember elején, ha jól tudom, mert augusztus végén vettem fel a hitelt, akkor útépítés előbb, és az épületet kezdtük szeptemberbe bontani. És hát most külső munkák vannak. És mikor akar beindulni? Május 1-én. Nyilván, ha valaki ilyen őrületbe belevág, ahogy ön mondta, ilyen feltételekkel, akkor azért arra kell gondolnia, hogy milyen tervei vannak. Ön mit szeretne? Hát sok minden, de ez még nagyobb őrületnek számít, úgyhogy inkább nem beszélek róla. De azért én kíváncsi lennék rá. De hát, ha ízlik a söröm is, és a hiteleket kifizettem legalábbis egy részét, akkor fejleszteni szeretnék is. Egy szép sörözőt, ahol lehetőleg kulturált körülmények között, és kulturáltan lehet sört inni. Hát, ha valaki ismer, azt tudja róla, hogy én a részeg embert azt el nem viselhetem, tehát nem a mennyiségért, hanem a minőségért, így a sört, elolvasva egy jó újságot, hallgatva valami jó zenét, szóval bármi ilyet, de ne a mennyiséget, tehát ne az legyen a cél, hogy egy ládával vagy öttel megiszok, hanem egy pohárral vagy kettővel, de az jó lesen.